Sziasztok! Ez itt a februári második adásunk, és az a nagy helyzet, hogy jelen állás szerint nincs semmi említésre méltó kerületünkben, de az idő remek, a kedvünk pedig kerek. Éppen ezért ma három témát fogunk boncolgatni. Ad egy, milyen szép időnk van itt tél utolsó hónapjában, ad kettő, elmúlt a Valentin nap, és ad három, a turizmus világnapja, február 23. És a mikrofont is sikerült elkapnom, a szó továbbiakban a stúdiói. Vezessük fel is az első témánkat, hogy milyen jó, ilyen jó időben sportolni. Hát, mint láthatjátok, Soma is próbál sportolni, de ez nem igazán sikerül neki. Neki le kéne adni pár kilót, amit felszett a télen. De, kérdezzük meg előről. Soma? Jót érzek! A sport nagyon fontos a vitalitásunk megőrzéséhez. És azt se felejtsétek el, hamarosan közeledik a tavasz, és ezzel beköszöntenek a fegyiökös sportrendezvények. És ha akkorra nem hozzátok formába magatokat, hát nem fogtok jól teljesíteni, nem is beszélve a decemberi Mikulás futásról. De ne felejtsetek el pihenni. Sziasztok! Innen Budapest szívéből a Duna mellől jelentkezik a bővészbontó. Éppen a Fővám téren állunk, és itt fogunk bővészkedni a névnek. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon. Itt állunk, ahogy mondtam, a Fővám téren, kicsivel később, mire sikerült szereznünk egy lelkes vállalkozót, aki a bővészünket megnézi. Szia, kérhetem a nevedet? Zolti vagyok. Hát én ezt már tudtam előre, megkérdeztem tőle. Vele fogjuk elmutatni a mai bővésztrükkös trükköt, amit nem fogom megmutatni, hanem majd a nézőknek kell rájönnie. Na szóval arra szeretnék kérni, hogy mindenki előtt is, majd válasz lézős kártyát, húz egy lapot. Rendben. Már neked engedt szeretnén. Mondj. És én elfordulok. Nézők és utasok a kamerát. Meg igazából ezt a lapot én is láthatom, hogy igazából én ide fogom, és beteszem. Megfordítom. És így beszúrom. Arasz, és így betalom. Most ugye ez a lap eltűnt a pakliban, mégis egyetlen egy mozdulattal elő lehet hírni, az az, hogy így földobom. De nagyon hülyén néz ki, de tényleg működik. És az elején megnézted a lapot, úgyhogy ez egy pikhetes. Most ne azt nézd, hogy pikhetes, hanem hogy nem-e dupla, vagy nem-e preparált lap. Arra szeretném megkérni, azt nézd meg. Megvan? Nem, ez normális lap. Rendben, megfogom, és ugyanúgy visszateszem a paklira, és megfordítom. És mindjárt beszúrom, és most te told be, légy szíves. Majd ugyanazt a mozdulatot feltolom, és megint itt van fölül. Most figyelj, most kérlek szépen, te tedd fölülre a lapot. Így. Most így a felső lap. Igen. Biztos a felső lap? 100%. Szóval, hogy megfognám, és beszúrnám, hogy akkor a pikhetet szúrnám be. Na most figyelj, megfogjuk, elemeljük, kinyitjuk a pikhetest, úgy, told vissza, és ide beteszem. Menj már be. Arra szeretnék kéne, hogy told be. Mint már említettem, a második témánk a Valentin nap. Azt nem egészen pontosan tudjuk, hogy miért a bálna előtt állunk e célból, de fiúk, lányok, fő a változatosság, menjetek be, vegyetek egy karalábét vagy egy halat egymásnak. Boldog Valentin napot! Na, itt álljunk is meg egy pillanatra. Gondolom most mindenki arra számít, hogy jön majd egy interjú egy szerelmes párral vagy kettővel arról, hogy ők hogyan ünnepelték a Valentin napot, utána pedig valami unalmas, gicses, pármondatos az egész esemény történelmi hátterét illetően. Nem, most kicsit formabontóak leszünk és megtörjük a Valentin napi műsorkészítés évezredes hagyományát. Say what? Ugyanis van itt valami, ami piszkálja az én csőrömet. Ahogy én látom, a Valentin nap kezd kicsit kiszorulni a hagyományos ünnepkörök listájáról, és kezd kicsit ilyen anti-ünneppé avanzsálódni. Nincs már meg az az eufória, az az érzés, hogy várjuk, vágyakozunk rá, te mit kapsz, én mit kapok, örülsz neki, stb. És tudjátok, hogy miben nyilvánul ez meg a legjobban?
a szimbolikában. Mert mi a Valentin nap szimbóluma? Nem egy csókolózó pár, vagy egy plüss szívecske, vagy egy virág, vagy akármi más, hanem ez! Ugye? Ugye? Február 14-ét megelőzően minden közösségi oldal, minden weboldal zsúfolásig van tele ezzel a képpel. És az emberek ezzel viccelni akarnak, humorizálni, de szerintem ez már... És igazából minnyáján érzékeljük a gondot, minnyáján látjuk a problémakört, de a legtöbbeknek azért sír a szája, hogy ohoho, hát ez a nap elanyagiasodik, ez már csak a pénzről szól. És persze ez is egy probléma, de szerintem itt jóval mélyebben gyökerező gondok vannak. Mégpedig az, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit is ünneplünk ezen a napon. Kedves társadalom, tessék már végre eldönteni, hogy ez most a szerelmesek, vagy a szerelem ünnepe. Mert ha a szerelmeseké, akkor persze cukormázás szivárványon tova suhanva mámorosan éltessük azokat, akiknek sikerült megtalálniuk a földön túli boldogságot, életük párját, tapsoljuk meg őket, le a kalappal előttük gratulálunk. Ha viszont a szerelemé, akkor itt már egész más a leányzó fekvése. Ó, ezt a hasonlatot. Na, komolyabb vizekre evezve, ebben az esetben a szerelmet, mint promóciós terméket kéne népszerűsíteniük azoknak, akiknek része van benne, pontosan azért, hogy kevésbé szerencsés társaik további motivációt érezzenek a szimbolikus keresésre. Félreértés ne essék! Nem azt mondom, hogy megszállott misszionáriusként kéne a bódító igét terjeszteni, távol álljon tőlem, egyszerűen csak kéne valami koncepció, valami határozott elképzelés emögé a nap mögé, mert ez így tényleg csak a virágárusok ünnepe. Ami baj, mert ha így folytatjuk tovább, akkor ez a nap vészes gyorsasággal el fog tűnni a süllyesztőbe, akárcsak a nemzetközi tápióka pudingnap. Tessék utána nézni, volt ilyen. Hiszen a szerelmesek minden nap szeretik egymást, ezért fölösleges plusztintát rányomni minden naptára, nem is beszélve a kiadott sok 10 000 forintról. És igazából ez probléma lenne. Mert ez egy jó alap elgondolás, csak most már tovább kéne lépnie, vissza kéne nyúlni a gyökerekhez, és újra kéne definiálni a társadalmi szerepvállalását, és ennek tükrében megújulni. Na, vissza a műsorhoz. Sziasztok! A mai adásban egy angol száz hagyományhoz köthető kreativitást fogunk nektek megtanítani. Kreativitás? Igen, megint maradandó találkoztunk. Gondolom sokan kételhetett már, hogy a szóban forgó esemény a Pancake Day, a február 12-e... Szóval a február 12-i palacsinta nap, mert eredendően egy ír szokás... Te... Most mit csináltok? A pupucsimat nézitek? Igen, ez már egyszer volt rajtam. Mikor is? Ah, régi szép idő! Milyen jó is volt. A tudás, amivel beavattunk titeket, a palacsinta sütés tudja... Na nem, az nagyon unalmas lenne. Inkább dobáljunk palacsintákat. Tehát mi is kell pontosan a palacsinta dobáláshoz? Kell egy sütő hozzá, egy palacsinta, egy soma és egy jó csukló mozdulat. Figyeljetek! Hát srácok, a mai kreatíva ennyi fér. Őszintén kegyünk, reméljük sokat tanultatok, ha pánfögrékkal sütök palacsintát, ne feledkezzetek meg azért rólunk, hogy boldog karácsony napot mindenkinek. De elfelejtettem szilveszterkor köszöntőt mondani. Milyen igaz? Most bepók. Kellemes új évet! Utolsó témánkhoz érkeztünk, az eső is elkezdett cseperegni, ami természetesen nem más, mint a február 23-ai turisztikai világnap. Az érdeklődők számtalan turisztikai látványosságot tekinthetnek meg, mint például egyes templomok, múzeumok látogatása, továbbá igénybe vehetik az ingyenes városnéző buszozást, mert egy óránként indul. Innen a 9. kerület egyik emblematikus turisztikai látványossági pontjáról, a Rádai utcából tudósított a megújult utódok. Így van. Dobravice népem! Egy igen sajnálatos monológgal szeretném indítani a mai rébuszunkat, ugyanis egy olyan tartozéktól szabadultam meg az elmúlt 2 hét során, amely velem volt az elmúlt 10 évben jóban, rosszban, barátok közt.
nem kell a nagy dolgokra gondolni, nemes egyszerűséggel kihúzták, pontosabban kivésték a fogamat. Erre vonatkozik majd a mai rébusz kérdésünk is. Ha ez most egy festmény lenne, nem pedig egy műsor, komolyan azt a címet adnám neki egy magaslati levegőn. Szóval, visszatérve a feladványunkra. A jelenlegi forgatásunk épp a fájdalom rideg perceiben zajlik, azonban nem volt ez mindig így. Ugyanis a műsorunknak egy részét, egy bizonyos részét, amit ha figyelmesen néztek, megtaláltok, még a műtéten beavatkozásom, hívjátok, ahogy akarjátok, az előtt vettük fel. És ez az eheti feladatotok, találjátok meg, küldjétek el nekünk annak a blokknak a címét. Egyébként a múlt heti feladványokról csak annyit mondanék, ez főleg azoknak szól, akik méltóztattak visszaküldeni, hogy egyik se volt helyes. Nagyon-nagyon sokan eljutottatok odáig, hogy a képrejtvény egy bizonyos állatra, vagy egy állattal kapcsolatos szóra utal, azonban a pontos megoldásra nem jöttetek rá, úgyhogy arra is várjuk a további észrevételeket, megoldásokat. És most jön a betanult szöveg, küldjetek el megoldásaitokat az alábbi e-mail címre. Hát ezt már mindenki tudja, minek mondjam el még egyszer. Sicsuty. Irgumburgum vaslapát. A városban mindenki téged imád. Hódolva bámul a nép. Vezérünk vagy, ezért felnézünk rád. Nekünk csak te vagy a példakép.